Adományt vesz át a Mátészalkai Kórház vezetés a sebészeti szakmák orvosaival. Az intézmény műtőlámpákkal gyarapszik egy optikai cég jóvoltából. A támogatásnak az ötlete az úgy vetődött fel, hogy volt egy karácsonyi vagy évzáró évnyitó rendezvényünk, és annak kapcsán egy tombola keretében gyűjtöttünk pénzt megfelelő jótékonysági célokra. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mire, és a dolgozói tanácsnak volt az a feladata, hogy eldöntse, hogy ők mire szeretnék ezt az összeget fordítani. Az, ami bejött összeg, a végül a tanács úgy döntött, hogy legjobb lenne egy olyan dolgot támogatni, ami mindenkinek segítség. Ugye feljött az, hogy esetlegesen egy szervezetet vagy egy embert támogatunk ebből egy nagyobb összeggel, vagy feljött az, hogy valami olyan célt keressünk, ahol ebből az összegből olyan támogatást tudunk megoldani, ami sok ember számára jelent könnyebbséget vagy segítséget. Így esett a választás a kórházra. Köztudott, hogy csak jól felszerelt kórházban lehet színvonalas a gyógyítás. Az intézmények eszközállománya amortizálódik, és noha az intézményi felújítások során mindig vesznek új eszközöket is, a kórházak műszerparkját folyamatosan bővíteni kell. A mostani adomány értéke 1,5 millió forint. A műtőlámpákat a sebészeti szakma, a szülészetnőgyógyászati szakma, illetve a fülorgégészet fogja alkalmazni. Nagy öröm ez számunkra, hiszen a civil adományokat követően most első alkalommal a városban működő nagyvállalat is adománnyal fordult hozzánk. Azt gondolom, hogy a lámpa, ami a vizsgálatokhoz szükséges sok beteg ellátása során lesz hasznos eszközünk, ezzel minőségében tudjuk az ellátásokat fokozni. A Mátészalkai Kórházban a sebészeti, a fülorgégészeti és a szülészet nőgyógyászati szakma nagy betegforgalmú, hasonlóan a járó beteg ellátáshoz. Az ambuláns mellett egynapos műtéti beavatkozásokat is folytat a kórház, amelynek tárgyi feltételei javultak a felajánlással.